Sziasztok, jelenlegi és jövőbeli kutyások! Én Fata László vagyok, Sherlock és a Heti Kutya csatorna gazdája, és ma arról fogunk beszélgetni, hogyha egy új kiskutya érkezik hozzátok, milyen cuccokat kell bevásárolni. Györfi Henivel eljöttünk a székesfehérvári Alfa Zoo szaküzletbe, hogy megnézzük tényleg konkrétan termékeken, hogy mit is vegyünk a kutyánknak. Sok szeretettel köszöntelek itt a videóban. Hello, sziasztok! Mivel kezdjük, mit vegyünk? Az előbb már megálltunk ott a játékoknál, onnan nem hoztunk most még semmit. Na, a játékkal kezdjük, a listaírással kezdjük. A legszükségesebb dolgokat írtuk föl, amire első körben szükségünk van, amikor hazaviszünk egy kiskutyát. Ez ugye nyilván lehet felnőtt kutya is, ha menhelyről fogadunk örökbe, de mindenképpen felkészülten kell várnunk az új családtagunkat. Meg fogjuk nézni a pórázokat, nyakörveket, fekhelyeket, tálakat. Jó, fontos lesz a méret szerintem, mert hogy a kiskutya az majd nő valamekkorára, ha nagyot hozunk, akkor is kell, hogy tudjuk, hogy mekkora cuccokat vegyünk rá. Kölyök kutyának vagy felnőtt kutyának vásárolunk. Tegyük fel, hogy örökbe fogadtunk most egyet a Herosztól. Egy felnőtt kutya, 3 éves, mondjuk akkora, mint egy vizsla. Akkor nézzünk egy közepes méretű felnőtt kutyának mit kell bevásárolnunk. Itt vagyunk a pórázoknál, nyakörveknél, hámoknál, úgyhogy ragadjuk is meg az alkalmat, kezdjük ezzel. Milyen színűt válaszunk egy vizslához? Mert azt ugye most az egy ilyen barna színű kutya, vagy ne azt nézzük. Az a jó a vásárlásban, amikor kutyáinknak veszünk mindenféle felszerelést, hogy mi is kibontakozhatunk. Igen. És össze tudjuk passzintani a funkciót a saját ízlésünkkel. Leveszek egy rózsaszínt, ez nem az én ízlésem, de ez van kéznél. Az, ami minket érdekel, elsősorban az a funkció, azon belül ugye a szín, fazon, az meg már gazdikra van bízva. Nagyon fontos dolgokat szeretnék elmondani a pórázzal kapcsolatban. Az egyik, hogy mindig legyen neki ilyen kis fogókája. Egyre több olyan pórázt látok a piacon, ahol nincsen a végén a kéznek kialakítva egy ilyen kapaszkodó. Ha így fogom meg a pórázt, sokkal könnyebb a kutyának kirántani a kezemből. És már is baj történhet a kutyusunkkal. Ezt viszont stabilan meg tudom fogni bármilyen körülmények között. Ami nagyon fontos, hogyha végighúzom a kezemet a pórázon, mert nem csak a végét fogjuk fogni, akkor ne csúszkáljon el a kezembe. Megfogom, kicsit meghúzom, megszorítom, ne húzódjon ki a kezemből. Ha meg tudom szorítani, akkor biztonságos ez a póráz. Oké, tehát nem csak különböző színeket kell itt nézegetnünk, hanem van különböző alapanyagú is. Nagyon sokféle alapanyagot fogunk találni. Húzzuk meg. Így van. Amit érdemes még megnézni, a karabiner mérete segít nekünk abban, hogy körülbelül milyen vastagságú pórázt kell venni a kutyánknak. Amikor a kezünkbe vesszük, érezzük, ezeknek a karabinereknek azért van súlyuk. Tehát, hogyha kis testű kutyáról van szó, akkor ez a karabiner akár már nagy is lehet. A nagy klasszikus, nagy kedvenc, nagyon régóta a bőrből készült pórázak, ezek nagyon időtállóak. Hogyha igényesen vannak kialakítva, akkor akár az egész életét ki tudja szolgálni a kutyának, de talán még a következő kutyánkét is. A színt azt kitalálom én a vizslámhoz, vagy ha fekete a kutya, akkor a fekete. Mondjuk a fekete ez könnyű, tehát az jó lesz a narancssárga és a piros, és mondjuk egy barnához talán nehezebb vásárolni. Kitalálom a színt a kutyámhoz, de látom, hogy itt van egy rövidebb, meg hosszabb. Ez azt jelenti, hogy a kiskutyának vegyek egy rövidebbet, a nagykutyának hosszabbat, vagy pont fordítva, hogy nem ér le a rövid a kiskutya fejéig. Mit javasolsz? Ha megnézzük, akkor itt látszik is, hogy a kisebb, keskenyebb póráz, amin kisebb a karabiner, az hosszabb. Tehát a gyártó alapból belekalkulálta azt, hogy a kiskutyának hosszabb pórázra van szüksége, de egy méretű kutyához való póráz között is van választási lehetőségünk. Itt láttam egy másik pórázt. Ha a kettőt egymás mellé lakom, akkor látszik, hogy dupla olyan hosszú. Uh-huh. Ez megint csak szerintem mindenkinek a saját tapasztalása elsősorban, hogy melyik kényelmes neki rövid pórázon vezetni a kutyát, vagy hosszú pórázon. Egyébként vannak nagyon rövid vezető pórázok, és vannak ennél hosszabb pórázok, abból tudok egyet mutatni. Ezt úgy hívjuk, hogy kiképző póráz. Ezen vannak ilyen külön igen, több is. Ponton lehet rögzíteni, és tudok vele játszani, hogy mikor milyen hosszúságot szeretnék. Ha ide bekattintom, megvan ez a kis fogókám, amiről beszéltünk, és van egy bizonyos hosszúsága a póráznak. Ha rövidebbet szeretnék, akkor lejjebb kattintom be a karabinet, és rögtön rövidebb lesz a pórázom.
és tudom ezt még fokozni. Kutyaiskolákban általában nagyon szeretjük ezeket a pórázokat, mert bizonyos feladatok tanulásánál ad egy viszonylag nagyobb mozgásteret a kutyával, akkor, amikor esetleg még nem leengedhető pórázról, illetve amíg nem tudjuk elengedni a kutyánkat biztonsággal, nem behívható még, akkor szintén tudom növelni azt a távolságot, amit ő pórázon is körülöttem be tud járni séta közben. Akkor mondjuk, ha első pénzköltést tervezek, és van egy kötött büdzsém, akkor vegyünk egy ilyet, mert ez iskolában is jó lesz, hosszabban, rövidebben tudom használni. Így van, számomra egy nehézsége van, egy ilyen minimál nehézség, hogy szerintem nehezebb egyszerre két szárat kezelni, mint egyet. Ezt érdemes így kipróbálgatnunk, megfognunk, amikor benn vagyunk az üzletbe, és akkor azt szerint eldönteni, hogy melyik a kényelmesebb. Praktikum mellett a póráznál nagyon fontos a kényelmesség, hogy én tudjam kezelni, hiszen én minden könnyebben kezelek egy pórázt, annál könnyebben fogok tudni a kutyával együttműködni. És hogy próbáljam ezt ki? Be lehet hozni ebbe az üzletbe a kutyákat szerinted? A legtöbb kutyás üzletbe be lehet vinni a kutyákat. Tehát akár megtehetem azt, hogy hozom a kutyámat, ráteszem a pórázt itt az üzletbe, sétálok vele két kört. Ezt abban az esetben teheted meg, ha van egy ideiglenes pórázod, amivel eljöttél a kutyával idáig. Ó, igen. Van pórázunk, mire akasztjuk? Nyakörvre. Nyakörvre. Leginkább. Hámra is tehetjük, de előbb a nyakörveket venném szemügyre. Itt van fönt. Egy, ugye közepes termetű kutyánál tartunk, ez a vastagság, ez megfelelő lenne neki. Amit nagyon meg kell néznünk, hogy csatos verziót választunk, hogy mennyire stabil a csat. Ha gyenge minőségű műanyagból van a nyakörv, akkor ne vegyük meg, hiszen ez, ami biztonságot ad nekünk és a kutyának, ez van a póráz végén. Ha ez egy erősebb húzásra széttörik vagy kicsatolódik, akkor megint csak ott lehet a baj. Ami még fontos itt, hogy mennyire húzom meg a kutyán azt a nyakört. A nyakörnek passzolnia kell a kutya nyakára. Ha túl bő, akkor ki tudja húzni belőle a fejét. Ha túl szűk, akkor nyilván kényelmetlen, vagy esetleg folytó is lehet a kutya számára. Itt is nagyon fontos az anyag, itt is nézzük meg. Könnyen húzom a kezemet az anyagon, csúszos az anyag, vagy meg tudom így szorítani, és nem csúszik meg az anyag. Ha csúszik, akkor azok a kis műanyag alkatrészek, amivel a nagyságát tudom állítani, azok is csúszkálni fognak, és hiába húzom meg minden reggel, minden estére, megint laza lesz a kutyán a póráz, nem veszem esetleg észre, hogy már kilazult, és már ki is húzta a fejét belőle. Ez az egyik, amire kell figyelnünk, ha esetleg nem a csatos verziót választjuk, akkor bőrpórázhoz, bőrnyakörv is jár, ez egy nagyon jó választás. Az a tapasztalatom, hogy ezek nagyon biztonságos megoldások tudnak lenni. A műanyag csatos is, csak mondom, a műanyagra figyelni kell, hogy jó minőségű legyen. Akkor itt is megtehetjük, hogyha van kölcsönnyakörvünk a kölcsönpóráz mellé, hogy eljövünk vele a boltba és rápróbáljuk a kutyánkra méretbe, rátesszük, megnézzük, hogy stabilan áll-e, rá tudjuk-e méretre igazítani, ugye? Folytassuk a listát, mi van még rajt? Fekhelyek. Igen. Itt vannak a fekhelyek. Oké. Na, itt megint ugye a színbe lehet kombinálni, hogy a barnás színű kutyánkhoz egy és a lakás új szürke festett dizájnjához vihetünk egy ilyen kosarat, de van narancssárgánk, mindenféle szín. És formánk, és anyagunk. Hogy választunk? Itt aztán tényleg a gazinak az ízlése is nagyban közre játszik. Van pár dolog, amit így tapasztalat azt mutatja, hogy szeretnek a kutyák, és van pár dolog, ami hasznos. Nekem nagyon tetszik ez a fonott kosár, a színe is az én világom. Ha rágásra hajlamos a kutyánk, vagy ha kölyök kutyát viszünk haza, és nem ezt a 3 éves vizslát, 99% hogy meg fogja enni, mert nagyon szívesen rágják. Ezt inkább idősebb kutyánknak ajánlanám, nem másképp ezzel a fonott verzióval, ebbe is tök jól bele lehet mélyeszteni a kis fogacskákat is megrágcsálni. Ha nem rágcsálásra nem hajlamos a kutyánk, akkor gyakorlatilag szinte bármit választhatunk. Az, amit szeretnek a kutyák, hogyha puha. Én megláttam ezt a nagyon szőrös, nagyon puha fekhelyet, illetve ilyen kagyló formája van, védve van három oldalról valamilyen szinten.
Az ilyen típusú fekhelyeket nagyon szeretik a kutyák. Bármilyen anyagból is legyen, hogyha van neki pereme, és puha is, akkor nagyon szívesen bele szoktak kuckózni. Ami ennek a hátránya, hogy folyamatos tisztántartást kíván, ugye minden fekhely folyamatos tisztántartást kíván, ezt egy kicsit nehezebb tisztántartanunk. Ha olyan fekhelyben gondolkodunk, aminek kicsit ilyen vízlepergetős anyaga van, akkor az könnyebbé teszi a mi életünket. A kutyáknak a nagy részének semmi ellenbetése nincs ezzel. Egy-két kutyát ismerek, viszont aki először nem szívesen megy rá, neki szoknia kell, utána már nem szokott probléma lenni. Egyébként a fekhelyválasztásnál ezen kívül abszolút el tudunk mi gazdik szabadulni, és a saját ízlésünk szerint tudunk választani. A Sherlocknak mi most olyat vettünk, aminek ilyen memória habos a teteje, az elején teljesen meg volt lepődve rajta. Tehát egy jó darabig nem mert rámenni, kicsit bátorítani kellett, de most már le se jön róla, tehát akárhova oda készítjük, megy, és helyezkedik bele. Jelzi a kutya, hogyha olyan fekhelyt sikerült választanunk, ami kedvére való. Etetőtál is jó terület, nézzük csak meg, ha lánykutyának választok, vannak itt lányos minták, fiúkutyának vannak keményebb ilyen fémcuccok, vagy nem ezek a szempontok? Nem egészen. Sejtettem. Nyilván itt is nagyon mozgásterünk, szerintem kutyatálat választani szintén. Nagyon hálás, 2 darab kell belőle, egy állandóan kint lévő tiszta víznek, a másik pedig az etetős tálnak. Ez nyilván lehet egyforma, méretben hasonló, de lehet nagyobb az itatóstál, hogyha például úgy szeretnénk. Az, amit én nagyon szeretek, és nagyon praktikus, hogyha van valamilyen gumi a tálnak az alján, mert az megakadályozza azt, hogy a tál elcsusszon, miközben a kutya habzsol belőle, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog tud lenni. Én nagyon szeretem személy szerint a kerámia tálakat, mert szerintem nagyon jól néznek ki. Igen, tehát hogy néz ki, az is szempont, amellett, hogy ne csúszson el, amikor eszik a kutya. Ez igen. Már az a kategória, hogy a lakásban is jól nézzen ki. Teljesen praktikus, ugyanúgy, mint a fémtál, könnyen tisztán tartható. Nagyobb óvatosságot igényel tőlünk, hiszen ha nem vigyázunk rá, akkor könnyen összetörhet. Még egy érdekességet találtam itt, ez pedig a... Az a tál, aminek van egy tartója, egy tartója, fel tudom szerelni az itatós és az etetős tálat is egyszerre. Nagy testű kutyáknál, de még inkább nagyobb testű idős kutyáknál, hogy izületi problémái vannak, vagy bármilyen olyan betegség, ami a mozgásban már korlátozza, ez egy nagyon jó segédlet a kutyának, hogy könnyebben tudjon hozzáférni az élelemhez és a vízhez. Tehát ha mondjuk nem a 3 éves kutyát fogadtam volna örökbe, hanem egy 8 éveset, akkor lehet, hogy érdemes lesz a vagy gondolhatok a jövőre, és már ilyet választok, mert egyszer lesz az én kutyám is 8 éves, de még inkább 10-10 akárhány. Egyszerű műanyag tálakat szoktam még látni gazdáknál, étholdó dobozokat, azok nem jók erre a célra. Uh-huh. Tehát direkt kutyák számára készült eszközt vásároljunk ebben is. Inni tud belőle, azt gondolom, de egy sima éthordóba, hogyha öntünk neki vizet, akkor egy picit többet kell takarítani utána. Igen, illetve a tisztíthatóság, azt még egyszer mondom, nagyon fontos a higiénia a saját kutyánk, illetve a saját egészségünk érdekében. Köszönöm szépen Györfi Henriettnek, hogy eljött velem bevásárolni, és külön köszönet a székesfehérvári alfazószaküzletnek, hogy beengedett minket. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni. Hennivel ugyanebben az üzletben vásároltunk még kutyajátékot, kutyaruhákat, hamarosan jönnek ezek a videók is.